Közel 50 milliárd forint értékű beruházás veszi kezdetét a Nestlé Hungária Büki gyárában, amely a világ több mint 50 országát látja el állateledellel. A modern magyar piacgazdaság egyik legnagyobb élelmiszerfeldolgozóipari beruházása 160 új munkahelyet is jelent majd a térségben, miközben tovább erősíti a magyar nemzetgazdaság regionális teljesítményét. Az ünnepélyes alapkőletételre október 9-én került sor Bükön, amit a járványügyi helyzetre való tekintettel a legszűkebb körben rendeztek meg. És ma is egy újabb, hatalmas, nemzeti szempontból rekordot jelentő beruházást tudunk bejelenteni. Ezúttal a Nestlé jóvoltából, amely a világ egyik legjelentősebb ital- és élelmiszeripari vállalata. A Bükön jó részt kiváló minőségű magyar alapanyagból készülő termékeink iránti kereslet töretlenül növekszik, és ez az üzleti siker komoly értéket jelent Magyarországnak és a Bükk térségében élő embereknek is. A bővítést követően a Büki gyár kapacitása a napi 5 millió termék előállítását is meghaladhatja, így naponta több mint 70 kamion mennyiségű állateledel kell majd útra a világ 50 országába. Egy emberöltőnyi idő kellett ahhoz, hogy ekkora volumenű beruházás az élelmiszeripar területén létrejöjjön. Köszönöm azt, hogy ezt telephelyül választották ezt a települést, és köszönöm azt, hogy a töretlen fejlődéshez mindig megkapta a politikának, országgyűlési képviselő úrnak, illetve a kormányzatnak a segítségét, támogatását. Az új beruházás két új gyáregységet is magában foglal majd, és 2021 végéig fog megvalósulni. Az új üzem 33.000 négyzetméteren fog elterülni, a cél egy új, közel 50.000 tonna prémium macskaeledel gyártókapacitás létrehozása. A mai beruházás olyan mértékű, amely által nem csupán a térségünk, hanem hazánk gazdasági ereje is növekedhet. Köszönet jár ezért minden munkavállalónak, hogy szakértelmükkel és precíz munkavégzésükkel megteremtették az alapot a továbblépéshez. Jó hír, hogy 160 új munkahely jön létre, így tovább bővülhet ez a kör. Az új gyártósor teljesen automatikus, így a Büki üzemben most működő közel 50 robot mellé újabb 40 kerül telepítésre. A beruházás másik eleme a Balaton projekt, melynek keretében a Nestlé a Büki telephelyen még eddig nem gyártott, úgynevezett Super Premium termékcsoport gyártásának lehetőségét fogja megteremteni. Végezetül engedjék meg, hogy tisztelettel megköszönjem a Nestlé több mint 2400 magyarországi dolgozójának az eddig nyújtott teljesítményt, amely nélkül nyilvánvalóan ezt a beruházást nem Magyarországra hozta volna az óriás vállalat. Ezzel a beruházással a Nestlé Purina lett az első lakója Bükk új 20 hektáros ipari parkjának, melyet szimbolikus faültetéssel ünnepeltek.